szervusztok! Mai kis filmben, ami nem más, mint egy ilyen autóba történő monologizálás, arra szeretnék kitérni, hogy volt ugye ez a bánhorváti jótékonysági favágás, amiről tudni kell, hogy nagyon jól sikerült, irgalmatlan gyorsan össze lett vágva az a több mint 150 köbméter tűzifa, ami szociális tűzifa. Az azt jelenti, hogy ott a környéken élő rászorulók kapják szociális juttatásként, tehát segítségként, és ugye ezt az államtól kapják, viszont az önkormányzatnak a feladata ezt szállítmányozni, valamit feldolgozni. És ugye ebben az a nagy segítség, hogy az önkéntes láncfűrészesek segítenek feldolgozni, immáron harmadszor kerül megrendezésre a Szert Zsolti, azaz a Doki, tehát láncfűrészes fórumokon úgy ismerik, hogy a Doki szervezésében harmadszor kerül lebonyolításra. Mi mind a háromszor ott voltunk, és az idei volt tényleg szerintem a legsikeresebb. Ő nagyon sok résztvevő volt, jó hangulat volt, ami számomra tetsző volt az a hatékonyság, és hogy megfelelő védőruházattal rendelkező embermennyiséget is láthattunk, tehát nem csak az volt, hogy odálltak és a hóruk nekiugrottak a favágásnak, hanem tényleg szakmai megnyilvánulást is lehetett látni. Summa summarum. Ugye mivel ez a harmadik, elmondhatom, hogy idén mi szándékosan nem készítettük róla filmet, mint ahogy tavaly sem. És ezt a filmet azért akarom kibontani, mert már a Fűrészmánia hivatalos Facebook fórumon többen is kérdezték, meg valószínűleg többen is meg fogják még kérdezni, hogy miért nem készítettünk filmet erről, miért nem készítettünk erről videós beszámolót. Az első jótékony favágás Bánhorvátiban, ott kettő darab filmet is készítettünk, azzal a céllal, hogy nekem a meggyőződésem volt az, hogy aki YouTube-ozik, vagy aki előtérbe kerül egy kicsit, akkor az próbálja meg az úgynevezett idézőjelvetett népszerűségét jótékony célokra is felhasználni. Ezért kezdtünk el milyen jótékony tematikában filmeket készíteni. Akkor utána rá közvetlenül kaptunk olyan jellegű támadásokat, hogy mi ezeket a jótékony összegeket lenyúljuk, meg hogy csak a saját népszerűségünket akarjuk ezzel emelni, stb. Most ugye azt azért emeljük ki, hogy a Fűrészmánia az egy konkrétan egy márkának, illetve több márkának a mondjuk így a promótere, és ez így van rendjén, viszont arra mindig kínosan ügyeltem, hogy az ilyen jótékony jellegű dolgokba én ezt a promóciós tevékenységet nem szoktam belevinni. Tehát aki megnézi a korábbi ilyen jótékony filmeket, ott nem kerül előtérbe ezek a márkáknak a kihangsúlyozása, stb. Tehát olyankor egy kicsit hátrább kell olyankor lépni. Ennyi az egész. Tehát ezt most így lehet normálisan és röviden kifejezni. Tehát amikor jótékonyság van, akkor ne reklámozzunk. Ennyi az egész. Így erre ezt akarom kifejezni. A tavalyi találkozó és jótékony favágás szervezésekor mondták nekem, hogy lesz egy olyan márka, aki ott jelen akar lenni a jótékony favágás során, és ott akar promotálni a saját gépeit. Én erre annyit jelentettem ki, amit utána azonnal rögtön kiforgattak mások. Tehát én erre azt jelentettem ki, hogy mi, a Fűrészmánia tagjai nem fogunk filmet készíteni, és kifejezetten megtiltjuk azt, hogy miket szerepeltessenek filmben. Egy szóval nem hangzott el az, hogy más ne csinálhasson filmet, de már utána úgy lett kiforgatva, hogy mi megtiltottuk a filmezést, stb. Tehát, és most ennek az apropójaként most már csak azért sem fogunk mi filmet csinálni. Tehát jótékonyságból megyünk el fát vágni, nem azért, hogy bárki ránk olvashassa, hogy ott mi produkáljuk magunkat, vagy hogy mi ott reklámozzuk magunkat, vagy akármi. Mi elmegyünk, megmondom nektek, 400 egy-néhány kilométert vezettem, hajnali 2-kor keltem, 2:30-kor álltam ki az autóval a kocsibeállomból, 8 órára ott voltunk. Kamera.
És ugye fűrész már effektus, hogy mindig ilyenkor keresnek, majd visszahívom. Szóval az, hogy levezettem én ezt a dolgot, saját zsebből tankoltam az autóba, részt vettünk benne, vagdostunk egy kicsit, igazából egy pár köbméter jutott nekünk, mert szinte a körülöttünk lévő emberek olyan hével dolgoztak, hogy csak úgy szórták a kuglikat. Sokszor már, mikor szemközt néztünk egy fűrésszel, akkor inkább arrébb álltunk. Egyszerűen, hogyan mondjam, nem érzem létjogosultnak az, hogy bármiféle promóciós tevékenységet hozzunk létre egy ilyen immáron, most már mondható, hogy tradicionális jótékony favágás és találkozó során. Találkoztunk a fűrészesekkel, beszélgettünk, akiket régen találkoztunk, és szeretünk volna beszélgetni, gyorsan kutyafuttában beszélgettünk. Úgyhogy gyakorlatilag ez ennek a lényege, ezért nem készült föl róla film. Most én is remélem, hogy az én szavaimat, persze aki ki akarja forgatni, az kiforgatja, aki nem akarja, az nem forgatja, aki érti, érti, aki nem érti, sajnálom. Semmiféle rossz indulat nincs, én tőlem bárki azt forgat, amit akar, azt mutat be, amit akar, azt használod, amit akar, tőlem aztán én nekem semmiféle, semmiféle ráhatásom nincs arra, hogy bárkinek is megtiltsam, meg nem is akarok megtiltani semmit. Csak az az egy kérésem van, hogyha egyszer jótékonysági dolog van, és valaki filmeket készít arra, hogy ő neki most ettől bármiféle előnye, vagy egy cégnek, vagy egy márkának, vagy pedig ő magának jövedelme legyen belőle, én olyan filmben nem szeretnék benne lenni. Tehát én csak ennyit kérek. Tehát a fűrészmánia ehhez nem járul hozzá. Még rögtön az elején a félreértések elkerülése véget. Tehát tőlem aztán hadd forogjon az a kamera, hadd csinálják a filmeket, hadd élvezzék az emberek a fűrészelgetést és ezt a láncfűrészes találkozónak, láncfűrészes találkozóvá váló dolgokat. Volt ott olyan élményem most is, hogy éreztem, hogy nem komál minket, nem szívlel minket. Én ezt is megértem, nem kell minket szeretni. A fűrész már nem kell, senki nem is szeretni, nem kötelező. Aki szeret, szeret, aki nem szeret, nem szeret. Ez így van mindennel. Ez egy olyan dolog, hogy most mindenki nem szeretheti. Engem ez marhára hidegen vagy. Aki nem szeret minket, és mi nem ártottunk neki, akkor azért még ne legyen ellenséges. Tehát azt viszont nem szeretem, aki valaki csak úgy zsigerből támad minket, vagy pedig fújjon ránk. Úgyhogy azért is mondom, gyerekek, ez a jótékonyság ez arról szól, hogy azt mutatja meg, hogy milyen jellegű összefogás van. Ki mit tud beletenni. Tehát az aki ebbe fényeskedni akar, hogy ő most aztán bizony, ő most aztán megmutatta, meg most izé, és akkor utána befekszik az ágyba, és akkor elfelejti az egészet, hogy minden napokban is kellene jótékonykodni, na az számomra más téma. Én úgy vagyok vele, hogy elmentünk, segítettünk, aki ebből a tűzifából kap, azt lehet, hogy nem is fogja tudni, hogy ki segített, mit segített, miért segítettek, csak egyszerűen kapja. Tehát nekünk, akik mi segítünk, mi nekünk a lelkünknek nem az a lényeg, hogy most meg kell köszönni. Egyszerűen a zsigerből segíteni kellene. Na, erről szólt ez az egész kis film, úgyhogy szavaztok!